géptől! Mi jutott beléd? Ilyetemben eltörtem a széket! Tudjátok, a Felelős Szülők magazinját olvasgattam. Felelős Szülők magazinja? Az olyan, mintha kiírnánk egy középkori kínzókamrára, hogy élj, neves és szeress! Pedig sok jó tanács van benne. Például pulykavédelmi módszerek, és hogyan töltsük meg a gyereket. Vagy várjatok csak, nem is tudom. És mi a hónap ijesztő álhíre? Tankerhárító löveg volt a gyerekem cukorkájában, a reptől leolvadt az unokaöcsém arca, egy visszafelé játszott videójáték megidézi a Krampuszt. Nem, csak az, hogyan védjelek meg az internet veszélyeitől. Jogos, erre nem teszek gúnyos megjegyzést. Jó, tehát mindig hagyjátok fenn a helyesírás ellenőrzőt. Hát jó, és miért? Hát, ha beugrott valaki egy lánclevélbe. Tessék! És most mit csinálsz? Frissítem a vírusírtótokat. Hogy használna ez nekünk, egyébként fordítva tetted be? Olyan, mint a védőoltás. Gyengített kórokozóval alakítja ki az immunitást. És most mit csinálsz? A billentyűzet tele van morzsákkal. Azt akarjátok, hogy merőféreg legyen a gépetek? Ha? Nagyon sajnálom, de fel kell tennem a gyerekszűrőt. Na, jó legyen. Mi ez? Anya! De ezt tanácsolták a magazinban. A számítógépre kell tenni a gyerekszűrőt. Vagy úgy. Így mi? Nézd, anya, ez mi van? Most meg hova lett? Beállítom a tűzfalat! Ne! Jól van, ezzel meg vagyunk. Van kérdésetek? Igen, hallod, amit mondok 1836-ban? Igen. Mit mondtál? Gyere be, anya! Szerintem jobb lesz, ha mi nézzük meg a te gépedet. Tessék, mire gondolsz? Teljesen jól működik. De mamus, ez a felugró ablak már 20 éves. Köszönöm. Bezárja az előugró ablakokat? Miféle sötét felejtő varázs volt ez? De várjatok, van még egy gond a géppel. Néha kiír valami jobb kattintást valamire, de hiába, nem történik semmi. Megjavítjátok? Mutasd! Nézd! És hiába megyek közelebb. Arra gondolsz, amire én? Aha, az a kutyus már végleg eltávozott. Sajnos igen, és ráadásul még... Mi tanítjuk meg neki a biztonságos számítógép használatot? Jó, akkor mérjük fel a károkat. Mire szoktad használni a gépedet? Arra, amire mindenki más. E-mailt írok, böngészek, filmet olvasok. Filmet nézel, igaz? Nem, elolvasom őket. Aha, így igaz. Jó van, mutasd, mit szoktál csinálni. Sosem találom a kukacot. Szóval így képez be egy e-mailt. Ez meg mi? A levelező listám. Itt tartod mindenki címét, és innen írod be a gépbe. Persze, gyerekjáték, és aztán elküldöm. A nyakás e-mail, mi a csoda ez? A postafiókom. Karácsonyi akcióban ajánlották a postán. És a bélyeg ingyen van. Szerintem a sima e-mail egyszerűbb volna. De kicsim, nem vehetem el a számítógépben lakó angyalkák munkáját. És kinek küldöd a levelet? Miknek, a karbantartónak. Megindul a víz a WC-ből.